Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Spirit FM 929 az exkluzív, különleges vendégünk van ma is, mindenkit, aki itt a rádión, online hallgat minket, vagy éppen a Youtube-on figyel minket, dr. Farkas Levente András, vlogger, tit ügyvéd ügyvédjelölt, ügyvéd, és mindenféle uh, titulus lehetne még sorolni, és amikor uh, azért hívtalak el, mert ugye arról szól ez a műsor, hogy különleges emberek jönnek el, elindítottál egy kampányt a TikTokon, mondjuk azt, hogy művészettel, művelődés történettel és művelődés történetben osztod az észt nagyon keményen, de ami igazán, amire felfigyeltem, hogy azon kívül, hogy tetszik, ahogy beszélsz, és ahogy artikulálsz, és amilyen lelkesedéssel mondod, amellett több tízezer, és most már 60-70 ezer, nem tudom hányan követnek, de hogy így megszaladtak TikTokon, és ez nekem azért nagyon tetszett, mert végre valaki, aki értéket képvisel. És valaki egyszer azt kérte tőled, hogy mutatkozzá be. Én nem azt mondom, hogy mutatkozzá be, hanem hogy inkább mondd meg az elejét, hogy, hogy mi a legfőbb üzeneted, amiért te felkerültél a social médiára, és, és mit próbálsz bemutatni vagy eladni az embereknek. Eladni a jó értelemben. Köszönöm szépen először is a meghívásodat, és én is üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Eladni semmit. Ez ez az első és legfontosabb magyarázatom viszont, amit mindenképpen fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, az az, hogy sokan vádolnak azzal, most már akkor így mondom, hogy én edukálni próbálom egyébként az embereket. Ez nem igaz. Valójában, amit én szeretnék, az nem más, mint hogy szeretném megmutatni, hogyan lehet a legteljesebb életet élni ebben a rövid időben, ami az embernek megadatott, és én mindig is azon a véleményem voltam, hogy a művészet, a történelem és a mély heves érzelmek megismerése nélkül ez lehetetlen. Úgyhogy valójában ez kicsit olyan, mint edukáció nélkül az ember nem élhetne egy teljes és élvezetekkel teli életet. Úgyhogy valójában az én célom az csak az, hogy megpróbáljak valahogy rávilágítani arra, hogy hogyan lehet a lehető legtartalmasabb életet élni. Ez ennyi. Legtartalmasabb életet élni, de ehhez a, a leg, érzelmesebb műveket veszed elő, és idézeteket mondod, és, és, és beszélsz irodalomról, művészettörténetről, művelődésről, történetről és, és uh, oké, okay, azt mondod, hogy nem akarsz edukálni, mert ez lehet, hogy egy kicsit olyan, nem azt mondom, hogy erőszakosnak tűnik, de mm. e, e, ez a, az iskolai berögződés, ezt nem szeretjük. Mm. De közben meg mégis, és azt, tudod, mi jutott eszembe, amikor hallgattalak? Már nem emlékszem, hogy éppen... Uh, Odysseusról beszéltél, vagy, vagy Homérosról, de hogy, hogy mennyire, mennyire jobb lett volna egy ilyen irodalomóra, hogy mennyire jobban odafigyeltünk volna, ha valaki így beszél. Kezdjük az elején, miért kezdted ezt el? Tehát miért döntöttél úgy, hogy te a megmutatod magad, mint aki ért az irodalomhoz, vagy aki imádja ezt a művészetet? Uh -huh. Mindig is volt bennem az. Azt hiszem, hogy egy egészséges exhibicionizmus, és valójában nem történt más, ezt már, már, korábban mondtam valahol, hogy mindig mondtam ezt a barátaimnak, a szüleimnek, vagy, vagy, a páromnak, vagy bárkinek, és valójában tényleg nem történt más, mint hogy most három ember helyett van, amikor 60 ezer, de már olyan is előfordult, hogy egy millió ember meghallgatta, ami a, nem tudom, éppen az aktuális gondolatom volt, miután felébredtem. Ezen kívül olyan más és tényleg radikális változás nem történt. Ugyanazt csinálom, amit eddig is csináltam, és nagyon boldog vagyok, hogy mennyi ember kíváncsi rej, és ennyi ember figyel. Mi volt, amit egymillióan meghallgattak meg? A Fiumei úti temetőben sétáltam. És miről beszéltél? Elmondod? Persze, szívesen. Hát ugye a Fiumei úti temető az Budapest rejtett ékszerdobozat. Tehát az egy, az egy múzeum. Csodálatos szobrok, a, tényleg a nemzet legnagyobbjai fekszenek ott, ja. a legnagyobb művészek, költők, festők, Adi, Munkácsi, csodálatos hely. Tényleg a, a legszentimentálisabb és legcsodálatosabb sétáimat a Fiumei úti temetőben jártam le. Még, még, nem vagyok még olyan öreg, de, de így nem tudom, a, a gimnazista korom telt idealizmusával. Úgyhogy, és arra gondoltam, hogy miért nem mutassam ezt meg mindenkinek, hogyha én éveken keresztül ott sétáltam, aztán ez nagyon jól sült el, szerencsére. De véleményt is mondasz, nagyon sokan megnézték, amikor Azariáról beszélt, és azt mondta, hogy korunk módszártja. Direkt akartam idézni, ezt nem lehetett kihagyni, hiszen Igen. Azaria most hasít, tehát most talán ő a number van, vagy valahogy is ott van a top Igen, hallgatott és kedvelt részén. Nagyon érdekes, hogy összekapcsolod a régieket és az mm. újakat, tehát hogy nem látsz, tehát nem, nincs benned időkorlát. Jól érzem, vagy jól értem? Abszolút nincs. Azt hiszem, hogy itt, amit én elsősorban vizsgáltam, az a tehetség, ez a, ez a zsigeri belülről áradó tehetség, amit én, én az Azaria kapcsán vizsgáltam, és amit megfogalmaztam. És egyébként volt is ebből egy ampró konfliktus ott a komment szekcióban, hogy én Mozarthoz hasonlítom Azariát. Erre én azt írtam talán egy kommentben, hogy nem erről van szó, csak azt gondolom, hogy Mozart az ifjú, bohém, semmivel nem foglalkozó zseni kölyköknek a védőszentje. Így hát én azt gondolom egyébként az Azariáról, amit akkor mondtam, egy talán egy hónappal ezelőtt, azt én tartom, ő egy két lábon járó zene, nincs olyan, amit egyébként ne tudna, mindenféle flóban, dinamikában reppelni, akármilyen hangon énekelni, a világzene minden szegmenséhez úgy tud hozzányúlni, hogy ez egy fantasztikus melódia legyen. Én megmondom őszintén, hogy ritkán hallgatok olyan zenét, ami, ami hát, hogy modern zenét, mert kevesebb érzelmet vált ki belőlem, mint hogyha a nagyokat hallgatom, de, de az a én szívesen berakom a kocsiba, ez az igazság. És a szöveg, amit énekel? Ez, ne, ez nekünk szól, ez az én generációmnak szól, sőt lehet, hogy már az egyel utánam következő generációnak szól. De hogy szerintem például úgy pofátlan, hogy azt, ahogy azt ma a repperek között, ez egy tipikusan olyan szakma, ahol azért kell... Beszólni. Kell beszólni, kell nagyképűnek lenni, kell arcoskodni, de hogy az ő arcoskodásában mégis érzek néha valamilyen kifinomult kultúrált, tényleg egy ilyen kávéházi gondolkodónak a hangját, és ez szerintem nagyszerű. Korunk Mozartja miért álltak ezzel beléd? Nem azt mondtad, hogy, hogy ő módszárt hanem hogy korunk Mozartja, nem? Igen, hát Hát azért, mert hogy az emberekben szerintem néha-néha feltör egy ilyen elitizmus, hogy azért Mozarthez hasonlítsunk senkit. Ja, értem, csak elitizmus. Jó, oké. A másik, ami nagyon megragadott, és nagyon lelkesen mondhat, hogy Adi az, a, az, az egy rockstar. Ez hogy? Tehát, tehát ma, ilyet biztos nem lehet hallani. Igen. De hogy, hogy, azt, tehát hogy annyira lelkesedtél ad iránt, és annyira magasztaltad, de hát azért még vannak nagyon jó költői, de akár Tótárpád, vagy Petőfi, vagy Arany, vagy, vagy mi, miért pont Adi lett a, a rockstar nálad? Nálam Adi a rockstar, és mondtam ezt úgy egyébként, Igen. hogy előtte azt mondtam, hogy Hát lehet, hogy itt egy kicsit elnagyoltan fogalmazom, de azt mondtam, hogy szerintem Adi egy rossz költő, nem szeretem a verseit, nem, nem találok benne semmi olyan izgalmas, megfogható. Hát abban a korban, amikor Adi írta a verseit, akkor azért már dübörgött a modern, a szürrealizmus. Olyan, nekem Gida Jenő a mindenkori kedvencem. Uh -huh. Ő kézzelfogható, modern verseket rak az asztalra, amik, amik tényleg fantasztikus hangulatképek, és én ezt. Aditól mindig hiányoltam, de nagyon szerettem volna, hogy ő legyen az, aki ilyeneket ír, mert hogy maga a karakter meg egy ellenállhatatlan, egy, egy életig ellő, egy, egy botrányokkal teli, egy, egy nagyon izgalmas karakter, aki, aki akkor is foglalkoztatta a közvéleményt, meg mai napig is foglalkoztatja még a, a társadalmunkat, ami szerintem nagyon izgalmas. És ezért mondtam azt, hogy ó, persze lehet, hogy nem szeretem, mint költő, de ha valakivel el kellene mennem kocsmázni a magyar történelembe, akkor biztos, hogy Adit választanám. Nagyon jó. Kedvenc idézet Aditól, vagy kedvenc vers Aditól? Azt mondtam, hogy az hogy ilyen hangulatképeit szeretem, ami, amilyen a fekete zongora például, ami nem próbál meg, nem tudom, a prereneszánsz költők nagyságával nem, nem, csókolózó angyalokról beszélni, hanem, hanem egy egyszerű, kézzelfogható, fekete, sikoltó hangulatképet rak elénk, és azt én szeretem. Nekem olyan érzésem van ezekkel a versével kapcsolatban, talán még a legismertebbek közül a Lédával a is egy hasonló próbálkozása volt, mint nem is ő írta volna. Úgyhogy, de ezeket kedvelem. Meg nagyra tartom az ő személyiségét. Idézel is? Idézek igen, a igen, igen. Ne, Nem, akarok pontatlanul klasszikusokat, csak I pontosan. Igen. A, figyelj, nagyon, nagyon, szereted, szereted ezt bemutatni, és azt mondtad, van benne egy egészséges exhibicionizmus, mm. de azt magyarázd meg, hogy, hogy mitől lett emiatt ennyi követőd. Én nagyon-nagyon örülök neki, és most, most először azt látom, hogy végre a TikTokon nem először, de hogy nagyon keresni kell azokat az értékeket, ahol elkezdik az emberek követni. Szerinted van bennük egyfajta hiányérzet? Szerinted nagyon hiányzik egy kicsit a, a kultúrához való közelség, vagy annak egy kicsit a modernizálása, talán már a régi iskola rendszerből, hogy szokásos verselemzés, olvasd el, tanuld meg, elemezzed, tanár megmondja, hogyan kell értelmezni. Valahogy ebben nőttünk bele, de hogy, mm. hogy ez, 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 már valahogy modernizálni kellene, vagy 21. századi, vagy a mostani médiához, social médiához is lehet igazítani. Talán ezt tettette. Ez van mögötte? Az, hogy miért van ennyi követő, most magam sem tudom. Ez jó lenne, ha segítenél ezt kideríteni, e, mert akkor előrébb a, 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 én, én, azt kérdezem tőled, hogy lehet, hogy hiányzik az embereknek? Hát azért olvasod a kommenteket egyébként, ott, hogy nagy hiba kommenteket olvasni. Tehát igen, azért igen, a, igen. Ott, ott, bele lehet futni egy-két pofonba, De, de hogy, hogy, nem ez a vélemény az embereknek, hogy hiány pótolsz? Nincs ez az érzésed? megmondom neked őszintén. Nem kell szerénykedni. Nem, 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 nem is fogok. Én megmondom neked őszintén, hogy Azért is találtam érdemesnek arra ezt ezt a projektet elindítani, mert hogy a magánbeszélgetéseimben azért többnyire mindig elő-elő fordultak ezek a témák. És azt vettem észre, hogy valójában mindenki olyan lelkesen beszél akár egy festményről, akár egy, egy, egy szimfóniáról, akár egy versről, uh -huh. amit egyébként így a társadalmunk nem is feltételezne, hogy ilyen beszélgetések ma még léteznek. És én ezt vettem észre tényleg napról napra, hétről hétre, hogy, hogy azért mégiscsak van egy, egy ilyen izgalmas, modern kávéházi kultúra az országunkban, ami, ami tényleg arról szól, hogy mindenki beszélget mindenkivel, és egyébként vannak tök izgalmas beszélgetések. És mivel tényleg azt vettem észre az én saját életemben, lehet, hogy ez csak az én mikroközegem volt, hogy, hogy erre van egy óriási érdeklődés, akkor úgy gondoltam, hogy ez többeket is érdekelt. És aztán ez úgy tűnik egyelőre, hogy, hogy jól sült el, amiért én, én nagyon hálás vagyok, és nagyon alázatosan végzem egyébként ezt a ezt a munkát, ami nem is munka, mert hogy ezt tényleg arról beszélek, ami engem a világon a legjobban érdekel. Hirdettél egy Felhívást vagy egy, uh -huh. egy kampányt. Uh -huh. Elmondod, hogy miről van szó? Igen, igen, igen. Az történt, hogy egyszer egyik napról a másikra, amikor megnéztem az üzeneteimet, akkor egy ilyen pár száz verset ott azért találtam, hogy én mondjak róluk egy szigorú véleményt. Ez benő. Ez menő. Ennek, ez, ez ennek ez nagyon, nagyon jó. örültem, mert hogy tényleg Igen. 12 éves gyerekektől kezdve egészen 40-50 éves felnőtt férfiak is küldtek nekem verseket. Ez egy nagyon megtisztelő gesztus volt a részükről, szóval úgy döntöttem, éppen vidéken voltam, és úgy döntöttem, hogy, hogy akkor várom mindenkinek a versét szeretettel, és a három legjobb versről csinálok egy videót. Mert szoktam a nagyok verseiről versajánlót készíteni, nem tudom, Kícről szoktunk beszélni, vagy, vagy Frederico Garcia Lorca-ról, vagy Verlánról, a nagyokról. És ezt, 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 a, a közönségem élvezettel hallgatja és akkor meghirdettem, akkor egy ilyen 1600-1700 versbe is folyt így a... Így a, um... a... a fejed mi, hogy na igen. ezzel mit kezdjél? Igen, igen, de, de egyébként élvezettel olvastam őket. Minden Elolvastad mind az 1600? Az összeset becsülettel mindegyiket elolvastam. Volt igen. benne gyöngycem? Vagy azt mondtad... Itt van a tehetség, megtaláltam, itt a következő Volt, aranyjános. volt. kiválasztottuk, kiválasztottuk a három legjobbat. Mi az a kiválasztottuk? Hát, ugye ez egy, ez egy olyan projekt most, hogy a barátnőmmel vagyunk többnyire, akik akik ezt üzemeltetjük. Nyilván nem tudom azt mondani, hogy egyedül csinálom, mert valaki veszi a videókat, yeah. valakivel egyeztetek. Valaki, tehát ezt ez, ez mi így egy közös projektként uh -huh. csináljuk most tulajdonképpen, de már azzal is megvádoltak, hogy stáb van mögöttem, bár csak lenne, az sajnos nincsen, így ketten vagyunk egy, egy ilyen csapat. Úgyhogy elolvastam minden verset, kaptam egy kis segítséget és aztán tényleg a, a volt három olyan, ami, ami, azt gondoltam. Több is volt egyébként, nagyon nehéz volt kiválasztani ezt, a, ezt az utolsó hármas csoportot, de szerintem azok nagyszerűek lettek, és fenn van a videó, meg lehet nézni, már meg lehet hallgatni, és tényleg fantasztikusak. Akkor őszintén mondom, hogy, hogy nagyon hiányzik az embereknek egyfajta művelődés történet, vagy művelődés, uh... És tudom, hogy látom, annyira kerülted a beszélgetés elején az edukálni szót, uh -huh. de hogy hogy akkor legalább csak is, mondjuk hívjuk ismeretszerzésnek, vagy csak egyszerűen emberek közötti vita, uh -huh. amelyikhez hiányzik. Neked mi a véleményed hi valóban hiányzik ez az embereknek? túl felszínes lett most a világ. Tehát, hogy, hogy most már kinőttünk a való világkorszakba, de, de, még ettől függetlenül is, hogy, 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 nagyon sok partalan, meg nagyon sok uh, mélység nélküli beszélgetés zajlik. És, és hogyha ha te, ha te, tudsz ennél többet mutatni, vagy egyel érdekesebbet, vagy tízszer érdekesebbet, akkor, akkor emiatt lett talán, vagy ez lehet a magyarázata, hogy ennyi követőd van. Fejtsd ki ezt, te is légy szíves. Én erről azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak azok a beszélgetések, amiket túl kell élni. Itt a kérdés az, hogy hogy ez milyen gyakorisággal fordul elő az ember életébe. Tehát amikor minden apró beszélgetés egy, egy ilyen tényleg jelentéktelen fosz, életfoszlányokról szól, az, az szerintem nincs jó hatással sem egy apró közösségre, sem a társadalomra. Üm. Ez tipikusan olyan, hogyha nem tudom, száz évvel ezelőtt az ember elsétált egy kávéház teraszánál, akkor ott a, éppen ott ült egy karmester és egy költő, és csak élvezet lehetett belehallgatni, ahogy elmesélik, hogy nem tudom ki, hogy veszett össze az asszonyját tegnap este. Mert hogy volt egy olyan szókészlet, egy olyan verbalitás, egy olyan háttértudás, ami ezeket a történeteket szórakoztatóvá tette. Na most azt mindannyian tudjuk, hogy ma egy olyan beszélgetésbe részt venni, hogy éppen tegnap ki mit csinált, tegnap ki hol volt. Ez van, amikor, van, amikor egyikönket sem érdekel. Én is így vagyok ezzel. És hogyha az emberek, és ez, ez, ez szerintem ez többnyire azért van, mert hogy az emberek nem kapnak annyi ingert, nem látnak elég elég szépet, vagy elég izgalmasat, nem tudnak gondolkodni fontos dolgokról az életben, ezért azok a témák maradnak, amiket tényleg minden nap megélünk, és amikről tényleg csak azért beszélünk, hogy hogy mozogjon a szánk. Ezt én, ezt én nem feltétlenül szeretem hogyha az én indítatásomra valaki elkezd gondolkodni, szépet látni, képet nézni, zenét hallgatni, és ezt meg tudja vitatni másokkal, az szerintem a legnagyszerűbb dolog a világon, és én erre sokszor felhívom egyébként a, a, követőim figyelmét, hogy nincs jobb annál, hogy menjetek el a moziba, és beszéljétek meg együtt, hogy mit láttatok. Nagyszerű, nem kell itt Mozart 40. szimfóniájáról beszélni. Bármiről, ami izgalmas. Barbit láttad? Láttam. És? Nekem tetszett. És az Oppenheimert? Azt is láttam. Tetszett? Kevésbé. <laughs> a Nekem a Barbie tetszett. <laughs> jobban tetszett, mint az Oppenheimer, ezt vállalom. Nagy, nagy dilemma, hogy mi az üzenete a barbie -nak. Nem nyomja le nagyon a férfiakat? Akkor csak most egy, egy pici zárójás kitérő. Mm -hmm. nem, nem, nem nyomja le a férfiakat? Hogy olyan furcsa, nem ez? Én nem feltétlenül gondolkodnék ilyen óriási társadalmi üzenetekben benne. Szerintem ez egy Nincs paródia be. volt. Paródia. Ez egy paródia volt. Ez, ez én még úgy éreztem, hogy ez még a társadalmi üzeneteknek is a paródiája volt. És szerintem meg egy esztétikai élmény volt, hát ez a, ez a tényleg puccini zene, ez a, ez a mérhetetlen gics és rózsaszín. Én, én számomra nagyon élvezet, megdöbbentően élvezetes volt. Felálltam a moziban, és azt mondtam, hogy ez volt a legjobb, amit az utóbbi nem tudom hány hétben láttam. Pedig én nagy moziba járó vagyok, minden héten azért egyszer elmegyek. E színházba is jársz? Nem. Miért? Nem járok, ez, ez elvi kérdés. Na, mondjad. Van egy, van egy barátom, Szent Györgyi Dánielnek hívják, üdvözlöm minden is. Ő a kedvenc színészem, ő színművészeti egyetemen végzett, és az ő előadásaira járok csak, és kizárólag. Oké, okay, ez, ez, egy külön téma. De akkor, akkor kihasználnak, és akkor legyen egy kis ajánló, hogyha ha most szeretnék verseket olvasni, könyvben egyébként, mert ugye most már ott van minden az internet, valami beütök, tehát most meg akarok nézni egy verset, akkor, akkor most már nem az van, hogy elszedök a könyvtárba, vagy otthon leveszem a polcot, most már minden ott van a telefon, ott van a telefonunkban. Ez baj. Ugye? Hát nem tudom. Felgyorsítja az életünket, nem? Abszolút, annak nincs lelke. Akkor, egy, akkor érezheted magadat egy droidnak, aki egy telefonhoz kötve olvasra, tényleg nem tudom, Dante a Igen. Tehát azt Ami... kell, hogy bele, bocsánat, hogy ezt mondjam, emlékszel, hogy beleszagoltunk a könyvbe? Persze. Még ha régi a könyv, akkor is. Hát, ha az új azért, ha a régi meg azért. Hát, hogy fizikailag meg kell hogyne. fogni. Mi a, mi a különbség? Én, én szerintem a legfontosabb és legérzékletesebb különbség az az, hogy gondolj bele abba, hogyha eredetiben szeretnéd olvasni, nem tudom, Dante első szonetjét. Akkor, akkor ez száz évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy neked el kellett vonatoznod Firenzéig. Gondolj bele magába az utazásba. Milyen lelki utazás az, hogy te azért, hogy elolvass egy sort, az elutazzál. Hát olaszhoz. nem sokan olvasták el, tehát. Nem sokan le, olvasták igen. el, de akinek volt rá igénye, lehetőség, ez ez megtehette. És hogy az. Persze nagyszerű, hogy ma tényleg bárkinek a versét két kattintással elérem, meg bárkinek a zenéjét, mondandóját, képét meg tudom nézni. Nem kell ahhoz az Uffici galériáig elutazni, hogy megnézzem a Vénusz születését. Nagyszerű. De hogy ez nagyon sokat veszel azért az életünkből, és hogyha valakinek persze van indítatása arra, hogy miután online látta, megnézze a valóságban is, amint lehetősége van rá, az nagyszerű. De hogy ez azért így egy virtuális élet. Oké, okay, befejezem a kérdés második fele pedig akkor mondjál ajánlot, mit érdemes, kitérdemes olvasni, megnézni. Tehát, hogy, hogy oké, okay, nagyon sokan kéne valami, de hol kezdjek neki? De te azért vagy, azért hoztad létre az egész mm -hmm. mögötted álló mini média hatalmat, vagy mini média uh, megjelenést, hogy, mm. hogy oké, okay, nem edukálsz, de hogy akkor ismeretet terjeszél. Mm -hmm. Na akkor ajánljál, tessék, mond, mi, 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 a, ami korunknak most fontos, vagy, vagy, a fiataloknak is mond valamit, meg, meg, üzenete is van. Én azt veszem észre, hogy Edgar Ellen munkáit szokták egyébként a leginkább szeretni a fiatalok. Edgar Allan én nagyon sokra tartom, nekem ő a, mindenkinek ő a horroratja, a krimiatja, de szerintem még a metálatja is ő, tehát ez a sötét esztétika, ez a, ez a fantasztikus. Fekete ruhában volt, ugye ő bármi ábrázolás Edgar Allan mindig egy fekete Igen, kalap, Igen, fekete Igen. öltöny, fekete kabát, Igen. a hulló a vállán, ugye még az Igen, a speciális Igen. kép, Igen. azt mondod a metálistől lejött, micsoda összehasonlítás, soha nem jutott volna eszembe. Hát so, én ebben okay. ebbe biztos vagyok, hogyha Edgar Lampor ma élne, akkor ő nem írna, hanem acélhúrokat pengetve hörögve egy színpadon ebbe, biztos vagyok. Tehát, hogy... És én azt hiszem észre, hogy az ő munkáit nagyon sokan szokták szeretni, mert hmm. ez egy, tényleg egy olyan hangulatvilág, ami mindenkit megragad amit meg én nagyon ajánlok mindenkinek, ez tényleg ez a Gida nevű, Gida Jenő nevezetű fiú, aki nyilván egy nagyon ismert költője a magyar történelemnek, de azért nem rakják az adiékkal és a nagy nyugatosokkal egy polcra, sokkal kevesebben ismerik legalábbis az én mikroközegemben biztosan, és akinek megmutattam a verseit, azok tényleg elájultak tőle, és azóta olvassák, szeretik. Úgyhogy, ha én egyet mondhatok, akkor, akkor az Gida Jenő lenne, hogyha meg még egyet mondhatok, akkor az a, a metálatja Edgar Allan po. Mondhatsz bármennyit egyébként annyira olvasott vagy, és annyira tájékozott vagy, és ilyenkor tudod, a riporternek egy picit van könnyű dolga, mert csak bólogatok, és akkor valamivel egyetértek. Valamit tudok, meg ismerek, meg olvastam, de valami csak bólogatok, persze, persze. <laughs> uh, fi uh, figyelj, uh, úgy képzelek el, hogy akkor te, az, hogy ezt el tud mondani, meg hogy ilyen szókincsed legyen, ez azt jelenti, hogy te állandóan olvasol. Ez azt jelenti, hogy tényleg mindig állandóan olvasol, tehát a kocsiban, a buszon, otthon. Te rengeteg könyved van, vagy hogy csinálod, mi a trükk, mondd el. Mert mindig, mindig, mindig időjájra panaszkodik. Hát ezeket el kell olvasni. Utána a gondolatot kell, hogy legyen belőle, majd utána azt meg kell, hogy jegyez, majd utána fel kell, hogy vedd. De hát ez iszonyú időgényes, mert pont olyan dolgokról beszélsz, hogy nem csak egy nem csak egy versről beszélsz, hanem több százról, meg művekről, meg, meg novellákról, meg regényekről, meg emberek életmunkásságáról. Ez azt jelenti, hogy akkor te non-stop uh, non olvasol. Vagy? Nem? De. Tényleg? Um, a most non is van könyve az éli szekrényeden, vagy a pamlagon, vagy a, Pam Lagon, vagy van, a van, fotelben? Van, minden, mindenhol van. Na most miket olvasol? Most mi a top? Ez úgy, elmondom, hogy emlélek -e ez hozzá. Az volt, hogy amíg én gimnazista voltam, meg egyetemista voltam, akkor akkor tényleg nagyon sokaknak talán semmi tevésnek tűnhetett az, amit én csináltam, mert hogy én tényleg állandóan olvastam, mindig érdeklődtem. És, és volt bennem egy ilyen hajthatatlan kíváncsiság, hogy minden nap olvasnom kell, és akkor van, amikor belemerültem, van, amikor csak csináltam, mert, ez, mert hogy ez muszáj. Ma ez úgy néz ki, hogy minden nap olvasok 5-10 oldalt, az minden nap mert hogy nyilván most már kicsit kezdek időszűkében lenni. Egyébként van egy óriási Shakespeare kötetem, egy nagyon régi kiadású. Shakespeare drámák vannak benne, most a drámáit olvastam az utóbbi egy hétben. Ja, egy hét alatt elolvastad az összes, gratulálok. Nem, nem olvastam el <laughs> az összeset. Ezek összes király drámát. nem. Nem, nem, ne, nem, olvastam az összeset. Ezeken én már túl vagyok, a Shakespeare műveken túl vagyok, okay. de hogy ezeket én is szeretem elővenni és ízlegetni a szavakat. Mert hogy az a véleményem, és mostanában inkább verseket szoktam olvasni, mert ezt, ezt szoktam mondani a követőimnek, hogy a vers az valójában nem tájékozódás, az nem, az nem olvasás, az, az nem érzés. munka. A vers az olyan, mintha bort innál. az azt, azt érezni kell, az egy szórakozás, az az, az, az élvezet. És most sok, ami, amire inkább időm jut, és amit szívesen csinál, akkor inkább verseket, verseket olvasok. Vagy tök érdekes, hogyha megyek valahova, ülök a dugóba, akkor hangos könyvet hallgatok. És akkor az sok időtől megkímél, meg szeretem hallgatni egyébként. Gratulálok, kiváló végszó volt, dr. Farkas Levente András, itt az exklu exkluzívan a Spirit FM 9290. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki figyelt minket a mai szerkesztőn, Kovács Klári volt a technikusunk kamerionatán, és még egyszer nagyon szépen köszönöm dr. Farkas Levente Andrásnak. Kövessék a tiktokon, youtube-on? Nincs, nincs youtube-on. YouTube de lesz! Nem, hát, ki annyi videót csinál, szerintem oda, tudja, is, oda is kéne, is hogy menjen. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, maradjanak velünk köszönöm. itt a Spirit FM 92-9-en.